Nagyon büszkék vagyunk, hogy itt Nyíregyházán köszönhetjük a Magyar Fedett Pályás Atlétikai Bajnokságot. Teljesen olyan érzésem volt, mintha egy nemzetközi viadalon lennék, és nagyon jó érzés volt ilyen közegben versenyezni. A pálya is szuper, és az, hogy tök sok néző van, nagyon örülök neki. Az, hogy ide jöttünk, az adott egy ilyen magas színvonalú érzést. Már hogy itt lehetünk egy ilyen gyönyörű szép helyen, tényleg egy profi létesítményben, gyönyörű. Hirtelen egy ilyen atmoszféra, eszméletlen érzés nyújt. Úgyhogy nagyon motiváló, de valami csodálatos érzés. Bejön az ember, és olyan izgalommal, olyan tüzet éreztem magamban, hogy jó volt itt versenyezni, jó lesz majd újra visszajönni. Ilovszky Dominik pozícionálja magát, hölgyeim és uraim, az érre óriási futással 6,63 századdal. Az első futás egy könnyebb volt, a másodikat azért megléptük, és sikerült abszolválni ugye a csúcsot. Felületlegben sem még nem voltam, úgyhogy nagyon kíváncsian várom, hogy milyen lesz. Van fedett pályán Márton Anita, mert hogy övé az aranyérem, 16 méter, 57 centivel. Hölgyeim és uraim, Palkovics István egy óriási futással nyeri a férfi 1500 métert. Azt a mindenit! Meglepődtem, hogy ez így sikerült. Még most is ebből úgymond felfogni. Régen nyertem ez az 5-ös versenyt. És megcsinálja. Balkosi Péter, NSC. Hazai pályán, hazai atlétaként, ott a pacsi. Azt a mindenit! Nagyon jó érzés, és egyben ugye azért nagy teher is, mert ugye hazai pályán versenyzel, kérek megnézni téged, és szeretnél a legjobbat nyújtani. Én remélem, hogy sikerült, és remélem, hogy a következő verseny majd nyáron még jobb lesz. És egy nagyon szép hajrával Molnár Janka megnyeri az első időfutamot a TSC Geotech színeiben. Nézzük, már csak az a kérdés, hogy hol állítja meg a tájékoztató órát. 2 perc, 2,66 század másodpercnél Bartakéri Bianca. Minden bajnoki címemnek ugyanúgy tudok örülni. 400-al együtt a kettő erős volt. Pozitív tapasztalatokkal zárom majd a szezont, mert úgy gondolom, hogy sokat tudtam előrelépni, főleg a gyorsaságomon sokat fejlesztettünk. Kozák Luca és Kerekes Gréta jön ki legjobban a rajtból, de Grétit most már hátra szorítják. Luca abszolút nyeri a négyesen. És egy nagyon jó idővel, 7,93 századdal Kozák Luca ezt a döntőt nagyon simán megnyeri. Bíztam benne, hogy ma azért jó eredményt tudok elérni, hiszen már Lévinben is éreztem, hogy jó a forma. Torunban ugye kedden futottam, ott tényleg már kijött az eredmény, amire vártunk Lacibával. Úgyhogy én jöttem ide, hogy muszáj igényt futnom. Nem, ez volt a cél. Ott van az a bizonyos aranyérem, ami Galambos Tibor nyakába kerül. Nagyon boldog vagyok, mert azért dupla bajnoki cím az mindig egy csodás érzés. Nem titkom az, hogy én nagyon szeretnék a jövő évi budapesti világbajnokságra kijutni. Szögi István Dániel egy olyan sprintet mutat be Pápai Márton és Palkovics Istvánnal egyetemben, amit valljunk be, nem sok 3000 méteren láthatunk, és Pápai Márton megcsinálja. 8 perc, 11 másodperc környékén bejön az érre, azt a mindenit! Micsoda hajrá a végén, azt a mindenit! És megcsinálja Varga Gréta Barbara, az SVS atlétája, óriási taktikázások voltak ezek.